Sokunk fejében él egy kialakult kép arról, hogy hogyan működnek az állatmenhelyek, hogyan végzik a munkájukat az állatvédő szervezetek. Többségünk viszont nem lát a gazdikereső bejegyzések és a segítségkérések mögé. Sok menhelyről az országban azt sem tudjuk, hogy létezik, pedig rengeteg állatnak jelentik a biztonságot. Sorozatunkban annak járunk utána, kik azok, akik fáradhatatlanul dolgoznak azért, hogy a kidobott, magukra hagyott állatok még egy esélyt kapjanak az életre, mi áll a Magyarországon kialakult állatvédelmi helyzet hátterében, és persze annak is, mi a mi felelősségünk mindebben. Ebben az epizódban a Lelenc Kutyamentő Egyesület munkáját mutatjuk be. 2011 óta működik az Őrbottyán és Vácrátót közötti külterületen a Lelenc tanya. Az egykor lovardaként funkcionáló terület most sok kidobott, már nem kellő kutyának ad átmeneti otthont és biztonságot. A Lelenc Kutyamentő Egyesületet pár állatszerető és lelkiismeretes ember hozta létre, akik már jócskán az Egyesület megalapítása előtt azon dolgoztak, hogy az illatos útra került, reménytelen helyzetű kutyáknak adjanak még egy lehetőséget az életre. Teljesen véletlenül találtuk meg ezt az akkor még lovardát. Álltak a lobokszok, közel volt Budapesthez. A földút elriasztott, tehát több autónk áldozatává esett a földútnak, de a tulajdonos és a családja annyira szimpatikus és segítőrész volt, és annyira együttműködtünk abban, hogy a lovak volt helyéből kialakítsuk, kifutókat építsünk, olyan területeket kerítsünk le, ahol póráz nélkül játszani lehet, több kutyát lehet kiengedni egyszerre, hogy gyakorlatilag így negyed óra alatt eldöntöttem. Tehát így kimentem, megnéztem, nagyon sok önkéntes, a Velenc tag hát vakarta a fejét, nem tetszett neki, messze van, drága, óriási beruházás, stb. De én egy nagyon autoritár vezető vagyok, úgyhogy senkire nem hallgattam, és szerintem jól tettem. Öcsi egy bull típusú kutya. Ezt a fajtát gyakran gondolják tévesen, agresszívnek és kezelhetetlennek. Pedig a legtöbb esetben ezek a tulajdonságok mind az őket érő hatások, mint például a rossz szocializáció, bántalmazás miatt alakulnak ki. Szintén gyakori a fajta kutyaviadalokra kényszerítése, aminek során anyagi haszonszerzés miatt harcoltatják a kutyákat egymással. A tréningek során az agressziójukat különböző módon fokozzák. Az ilyen kutyák rehabilitációja, ha sikerül kimenteni őket, rengeteg időt és szakértelmet vesz igénybe. A viadaloztatásnál egy úgynevezett megadó felet is használnak a tréningek során, Öcsi is ilyen lehetett. Ő inkább áldozat kutya volt. Sajnos ez az üzletág, nem is tudom, minek nevezzem, ez lévig, bull típusú kutyákat, teljesen edukálatlan és hát egy, nem is tudom, hogy milyen lélekkel rendelkező emberek egymásra uszítják, verekednek, de ahhoz, hogy valaki kutyából verekedő kutya lenne, őt hergelni kell, és ahhoz mindig választanak egy olyan kutyát, aki megadóbb. Hát most már Öcsi lassan egy éve itt van. Sineknél találták meg, félig levágott fülekkel. Nyilván ezt házilag akarták megoldani, de hát Öcsi nem hinném, hogy elviselte, és úgy gondoljuk, hogy ő elszaladt, elszökött. Ugye a kórházból hazavittem, 3 hétig minimum nálam volt. Meg kellett tanítani járni, meg kellett tanítani arra, hogy elfogadja az ételt. Rettenetesen félt az emberektől, és nagyon bizalmatlan volt a más kutyákkal. Egy bull tekintetében azt gondoljuk, hogy inkább kihúzza magát, inkább mutogatja vagy fitogtatja az elejét, de az Öcsi gyakorlatilag maga lepisült, leüldögél, adogatja a kezét, a férfiaktól kifejezetten fél, összehúzza magát, és ez az állandó kétségbe esett tekintet, ami mintha azt várná, hogy mikor ütik meg, vagy mikor bántják őt. Annyira rossz állapotban volt, hogy érintésre maga a láb is élt. Begubózott egy sarokba a kanapén, és ott volt. Amikor lemerészkedett, akkor gondoltam, hogy onnantól kezdve már egy kicsi, picike bizalom kialakult, amit már csak táplálni kell. És tápláltam. És kérek egy pacsit. Akkor az Anita vitte haza, ahol ugye van 3 gyerek,
van egy iszonyatosan pozitív Kuplung nevű bull, aki mindenkit jó kedvre derít, és akkor az Anita szépen így megmutatta öcsinek, hogy nem kell félni a világtól, folyamatosan mindenkivel összeismerteti, már lehet őt vinni sétálni, már nem retteg annyira, mindig bizonytalan kutya marad, de az a fajta rettegés, ami egy ilyen megmagyarázhatatlan dolog volt, az elmúlt. Durván egy hónap kellett ahhoz, hogy én be tudjam hozni ide, hogy én is biztonságban tudjam, meg hogy tudjam, hogy a lelkivilág ezt már elviseli, hogy nem velünk van, nem velem van otthon, hanem itt van, megszokja, engem is lát, és nem leállik tőle agresszívvé, mert azért az is fontos szempont volt. Nagyjából egy év telt el azóta, hogy öcsi Anitához került, és megkezdődött a rehabilitációja. A maga alá ürítő, felállni sem hajlandó, rettegő kutya szörnyű előéletéről ma már csak a sérült fülei árulkodnak. Az ilyen jellegű kapcsolatok, összekapcsolódások állandóak a menhelyeken. A kutyának mindig meg kell hagyni a döntési lehetőséget. Hadd választa meg ő, kinek nyílik meg és kiben bízik meg. Öcsi Anitát választotta. A kutyáknak van egy olyan érzéke, ami szerintem az emberekben annyira nincsen meg, vagy mi túl gondoljuk. Ők annyira ösztönösek, hogy képesek gyakorlatilag különböző nagy filozófiai vagy akadémiai kérdések nélkül eldönteni azt, hogy ki az, akivel szóba állnak. És ebben az esetben Anitának van egy olyan határozott, nyugodt, magabiztos kisugárzása, hogy az öcsi bizalmat szavazott neki. Tehát gyakorlatilag, hogy az Anita bemutatja őt valakinek, vagy az Anita kér tőle valamit, akkor ezt az öcsi úgy gondolja, hogy ez rendben van. Öcsi mindenki kedvence. Igaz? Igen. Öcsi mindenki kedvence, mindenki szereti, mindenki sétálni viszi, de haza már nem. Haza már nem, mert ilyen fajta. Ezt az emberekben nem lehet sajnos megváltoztatni, mert amíg nem tapasztalja meg a jó részét, addig ő el fogja hinni, hogy ez a kutya viszont veszélyes. Ezt nem visszük haza, szétszedi a macskát, szétszedi a kutyát, nem bíznak bennük egyáltalán. De azt mondjuk elfelejtik sokan, hogy a 80-as években ő dajka kutyaként szolgált, úgyhogy a simogatásért hamarabb odajön, mint hogy játszon egy kutyával, egy labdával. Tehát nagyon-nagyon szeretetéhes. Nem a hely maga ad neki biztonságot, hanem a környezete, az emberek, akik körülveszik. Mert egy kennel nem lehet szerintem számára olyan bizalom gerjesztő, mint mondjuk egy otthon. Én lennék a legboldogabb, hogyha lenne egy gyönyörű, szerető családja, de azért azt meg kell mondanom, hogy meg kell küzdeni érte, hogy azt tudja mondani, hogy vihetik. Nem is szeretném, hogy nem hozzáértő kezekbe kerüljön, mert ő egy olyan személyiség, sőt az összes hasonló kutya olyan személyiség, aki búl, hogy aki nem ért hozzá, a fejére nő. Tehát kezelhetetlenné válik, és öcsi múltja miatt ezt nem megengedhető szerintem. Sok olyan kutya kerül a menhelyre, akit gazdája nem tud kezelni, vagy éppen attól válik problémássá, hogy meg kell küzdenie azzal, hogy elhagyták. Ezek az esetek több időt vesznek igénybe. Örökbeadható státuszba is csak akkor kerülnek, ha elég stabilak lesznek. Van olyan kutya, akit azért hoznak be, mert problémás, és nem tudnak vele bánni. Csak egy példa, ásott a kertben a kutya, rácsaptak a fejére, onnantól kezdve fél, és ők ezt nem értik, és behozzák. Oldjuk meg. Jó. Két nap az egész is megvan oldva, mert tudjuk kezelni a helyzetet. Van olyan kutya is, aki azt nem bírja feldolgozni, hogyha itt hagyják. Akkor egy kis agresszivitás, egy kis lelki fájdalom, félelmébe ne talántán oda is kaphat. Ha mi is félnénk tőlük, akkor soha nem változnának meg, az biztos. Csak pozitívat tudok mondani, mert boldogtalan kutyánk nincs. Nem is lesz. A gondozóinknak van persze elhivatottsága, ugyanakkor van egy flúgia. Számtalan gondozó volt nálunk, aki saját magát is úgy apostrofálta, hogy bolond. Mondja Anna, mert hát ki akarna a világ végén elzárva élni és dolgozni. Az állat mögött mindig érdemes figyelembe venni az emberi sorsokat is. Nagyon sokan azért is landoltak nálunk, mert
az adott élethelyzetében valamiféle sikerre, vigasztalásra vágytak, és semmiképpen nem akartak belevágni hirtelen egy olyan felelősségbe vagy feladatba, aminél vélték, hogy kudarcos lesz. Volt nálunk leszokóban levő alkoholista, csomó hajléktalan ember, közöttük párok is. Nagyon keveset tudunk fizetni. Tehát, hogy ez a létforma, ez nem jó annak, akinek albérletet kell fizetnie, családja van, vagy nincs mögötte senki. Gyenge lelkű ember nem biztos, hogy ezt bírná, mert azért én is mindenkit hazavinnék. De igaz, Acsi, téged is hazavittelek? Mindenkit. Meg azért vannak rossz dolgok is, amikor beteg a kutya, el kell látni, rossz nézni, hogy szenved, de a végén meg az a pozitív, hogy látom ugrálni, meggyógyult, boldog. Ezért érdemes. Meddig tudja az ember háttérbe szorítani az érzelmeit, kihúzni a hátát és vinni tovább a rábízott sorsokat? Az állatvédelemben dolgozók fokozottan kitettek a kiégésnek. Önmagában az, hogy kutyánkat kell gondozni, meg nevelgetni, szeretgetni, ellátni, az nem okoz kiégést. Az okoz kiégést, hogy cseppenként hordjuk ki a tengerből a vizet, vagy fordítva. Egyrészt nincs vége, állandóan van egy létbizonytalanság, tehát miközben mi meg lennénk enélkül a tevékenység nélkül, tehát hogy nem arról van szó, hogy a mi életünkből annyira hiányozna a hely, hogy nem tudnánk magunkkal mit kezdeni, de egyre nagyobb ránk a szükség. A megoldandó feladatok végeláthatatlansága, az élet törékenységének megtapasztalása, a küzdelem az emberi felelőtlenséggel önmagukban is rendkívül kimerítőek. Erre a jelenlegi válság is rátesz pár lapáttal, ami kérdésessé teszi a menhelyek fenntartását. Most recegünk majd a villanyszámláktól, mert a meleg víz, maga a víz, hogy jöjjön szivattyú árammal történik, még nem tudom elképzelni, hogy lesz. Az éves költségünket kb. 40 millió forintra tervezzük, ahhoz képest havonta egy olyan 1,5 millió forint hiányt húzunk magunk után, amire nem lehet időt kérni az a fizuk és a kaja, tehát hogy ennie kell a kutyáknak, és hát az állatorvosi árak is emelkedtek nagyon erős mértékben, úgyhogy igazából ilyen katasztrófa, meg ilyen csőd kiáltásokat kell tennünk, és biztos, hogy már most úgy körülbelül felére csökkent az adakozók száma. Az örökbefogadások pedig vagy nagyon jól sikerülnek, vagy nem. A Covid alatt főleg tapasztaltuk, hogy mindenki otthon van, home office, jól érzi magát, még jobban érzi magát egy kutyával, és aztán amikor eljöttek a hétköznapok, vagy netán cégeknek a megszűnése, vagy vissza kellett menni dolgozni, akkor visszakaptunk szeparációs, szorongásos, utcára kitett, nem tudunk vele foglalkozni, nincs rá időnk, nem tudjuk ellátni földcímkézett kutyánkat. Van olyan kutyánk, akit azért adtak le, mert képtelenek voltak megoldani az etetését, és egyébként itt olyan fura a dolog, mert mondtuk, hogy a kutyának is jobb, meg gazdaságosabb, meg humánusabb, hogyha mi viszünk kaját. Tehát, hogy akkor mennyit eszik a kutya, nem tudom, 20 kilót egy hónapban, mi ezt a 20 kiló kaját inkább odaadjuk neki, mint hogy bekerüljön az állatvédelmi rendszerben, de nem élnek vele. Tehát akiben megvan az elhatározás, hogy ő már nem tudja tartani a kutyát, az nem tudja. Nem is akarja. Ahelyett, hogy a küldetésünk, az, amiket mindig elmondunk, valahogy úgy beérne, és elérnénk a felelős állattartásnak arra a szintjére, ahol már nincs ilyen nagy számban szükség állatvédelmi férőhelyekre, ennek én pont a fordítottját látom, és ez az, ami kiégéshez vezet, hogy nem tudunk a hatóságokkal kapcsolatba lépni, hogy nem tudjuk elérni, hogy egy általunk is, hatósági állatorvos által is, jog által is, teljesen tiszta helyzetben mondjuk egy adott embert eltiltsanak az állattartástól. Szóval az az érzés, amikor egy
fáradt, beteg, boldogtalan kutyát például így, így látni, az iszonyat boldogság, legalábbis nézd meg, legalábbis nekem. Tehát igazából szavakba se tudom önteni, hogy milyen érzés, amikor egy harapós, lelkibeteg kutya fut feléd a labdájával, csóvával, boldogan, annál szerintem nincsen szebb. Plusz utána odaadjuk egy gazdinak, aki tovább szereti, és élnek vidáman. Én azt mondtam, hogy addig akarom ezt csinálni, amíg tudok sírni. És amikor már nem, akkor már nem kell, akkor valaki csinálja más. Hát én még tudok sírni, meg akiket ismerek, azok is megsiratunk állatot, aggódunk fölötte, nagyon meg tudunk hatódni attól, hogyha gazdihoz kerül, attól is, hogyha rosszul van, most is van egy ripityára törött kis fekete idős Hollika nevű kutyánk, szaporítótól 10 buldog, és az traumatikus volt olvasni, hogy milyen állapotban vannak ezek, tehát már csak a korlapoktól elhűltem, és majd amikor még látni is fogom őket, akkor biztos az van, hogy ki lehetett, aki tartotta őket, és mi volt a terve, hogy élik ezt túl. És ilyenkor azt mondom, hogy minek csináljuk. Jó, kibögjük magunkat, és csináljuk tovább. Kávéjük.